Halló, halló, tudakozó? Kérem, segítsen megtalálni a fiatal, független művészeket. Ja, hogy ilyenek még nem léteznek? Értem. És miért nem? Ja, mert a Radnóti Sándor kijelentette, hogy a magyar kultúra alapvetően liberális és baloldali volt mindig. Értem. Ja, hogy a besugók és a régi rendszert kiszolgáló művészek, kultúrharcosok még mindig itt vannak, 2018-ban körülöttünk? Aha, értem. És hogy lehet ezeket eltüntetni? Ja, hogy ez kihallásos alapon megy. Értem. Jó. És van remény? Tehát lesznek fiatal, bátor, független művészek, akik megalakítják a saját platformukat? Ha, érdekes. Jó, reménykedjünk benne. Elkészült a legutóbbi, a Közel-Keleten felvett, egészen pontosan Izraelben készített dokumentumfilmemnek a magyar szinkronos változata. Tudtátok-e, hogy Izraelben találták fel a pendrive-ot? És azt tudtátok-e? Hogy a felső oktatásban tanuló diákoknak több mint 60%-a hölgy. És azt tudtátok-e? Izrael az egyetlen ország, ahonnan a híres Starbucks kivonulni kényszerült, ugyanis a helyiek hülyek maradtak a saját kávéházaikhoz. És azt tudtátok-e? Izraelben törvény tiltja azt, hogy sovány modelleket mutassanak be a kifutókon vagy rendezvényeken. És azt tudtátok-e? Hogy a Jeruzsálemben található temető az Olajfák hegyén a világ legrégebbi időszaka óta használt temetője. És azt tudtátok-e? Itt Izraelben két hivatalos nyelv létezik. A héber és az arab. Az viszont példátlan a világ történelemben, hogy egy nyelv, mint például a héber évszázadokon keresztül egy holt nyelv volt, nem beszélték, aztán fölélesztették, és most nézzetek körül, egy országon belül mindenki ezt beszéli. Ott, Izraelben találtam egy olyan közösséget, akik bizonyítottak, mivel én korábban már több kontinensen hasonló közösségeket is már találtam, és készítettem velük felvételeket. Ők voltak az egyetlenek, akik számomra egyenesen, artikuláltan, jószívűen megosztották a pozitív és negatív tapasztalataikat is. Nem szégyelték. Kevesen tudják, hogy az izraeli emberek ott Izraelben, a Közel-Keleten nagyon direkt emberek, nagyon egyenesek, más, nagyon másmilyenek, mint mi Európában. És azért írtam meg azt a rövid bevezetőt a film elején úgy, ahogy, mert tényleg igaz, hogy megtaláltam valamit, amit már hosszú évek óta kerestem, és ők képesek voltak megosztani velem, veletek. Úgyhogy szívből ajánlom nektek ezt a kis filmet, dokumentumfilmet, hogyan indul egy közösség, hogy születik meg, mi a története, és hol jutottak. I have traveled around the world. Bejártam már a világot. I have been driven by one question. És mindvégig egy kérdés foglalkoztatott. I wanted to know why. A miértre kerestem a választ. I got the answer where I least expected. A választ ott kaptam meg, ahol a legkevésbé vártam. Right at the place that used to be called. Azon a helyen, amelyet régen úgy hívtak. The center of the world. A világ közepe. Jövő szelleme.
Kulturális kreatívok Izraelben. Köszönöm a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, és ha minden jól megy, akkor jövő héten ismét találkozunk. Sziasztok!